Nos, tehát a videó alanya egy 1972-es, relatíve kései szériás Videoton R5932-es stereo rádió, ami a 4930-as és a 4932-es full csöves készüléknek a továbbfejlesztett változata, annyiban más, hogy gyakorlatilag a végfok rész az itt egy germanium tranzisztoros fokozatot kapott. Egyéb iránt a rádió rész az teljesen megegyezik a korábbival. Készülék az ilyen 1000 forintos nagyságrendű zseppénz összegért került hozzám. Belsőleg 5 tonna mocsok, por, dzsuva és minden egyéb volt benne. Maximálisan leharcolt és elhanyagolt állapotban volt a készülék. Mindkét hangszóró kimeneten mérhető volt az végerősítő tranzisztorok tápfeszültsége, tehát DC feszültség, és a végfok az teljesen le volt amortizálva. A felújítás során a készülék kitakarításra került, a készülékben az elektrolit kondenzátorok cserélve lettek, egyelőre csak a bal oldal, a jobb oldal még érintetlen, itt látszik, hogy a biztosítékok ki is vannak véve. Itt mutatom, hogy a készülék két darab új Siemens sosem használt AD162-es germánium végerősítőt ranyót kapott, itt pedig még a régi Tungsram gyártmányok láthatóak. Mivel hogy nem lehetett tudni, hogy pontosan melyik tranzisztor miatt jelenik meg a DC feszültség a hangszóró kimeneten, ezért itt talán látszik, hogy a tranzisztorok fel lettek tokozva, a tüskesor nyákba forrasztható ellendarabjaként ilyen kis ajzatkák lettek beforrasztva, és ebbe lettek beletűzdelve, ugye a vadonatúj szintén lecserélt új germánium tranzisztorok. A puffer elkók nem lettek még cserélve, ezeknek a pótlása majd később fog következni, de szerencsére a rádió most már működik, egy végfokkal, egy oldallal, egyelőre középhullámon próbálva. Azt mondja, hogy kapcsoljuk be, 1, 2, 3, 4, ez a középhullám. Talán hallható a hálózati brum, de mindjárt meg is fog jelenni a Kossuth rádió. Sajnos középhullámon most már túl sok műsor nincsen, úgyhogy ezzel a próbával is be kell érni, de a rádió legalább működik. Nem sokára jöhet a végfoknak a jobb oldala.